Minden évben számos versenyen részt vehetnek azok a fiatalok, akik kiemelkednek tudásukban bizonyos tantárgyakból. Így van ez többek között a matematika esetében is, hiszen minden esztendőben hirdetnek meg különféle megmérettetéseket. Legközelebb 2010. február 19-én lesz Szeghalmon a Zrínyi Ilona matematika verseny, ahová többek között a Vésztői Szabó Pál általános iskolából is mennek fiatalok. És az iskolánkból, alsó tagozatból és a felsőbből is néhány tanulót beneveztünk erre a versenyre. Mennyire nehéz egy-egy ilyen matematikai verseny? Elég sok nehéz feladatot is tartalmaz, de vannak benne olyan egyszerűbb logikai feladatok. Az ilyen versenyeken gyakran tesztes feladatokkal várják a gyerekeket, a felkészülés azonban igen összetett. Szerencsére vannak tehetséggondozó matematika szakköreink, ahol a gyerekeket készíthetjük ebben az évben ezekre a versenyekre. Ez az iskola keretén belül is működik, és a TIT keretén belül is működik néhány ilyen szakkör. Most szeptember óta készülgetünk a gyerekekkel. Természetes, hogy amikor lesz a verseny, tehát előtte már egy hónappal intenzívebben, még plusz feladatokat kapnak hétvégére is netán otthonra, de most egész év folyamán. Most mindenféle típusú feladatot megoldottunk velük, tehát nem csak teszt. Mostanában már inkább erre helyezünk nagyobb hangsúlyt, hogy olyan típusú legyen, mint az Zrínyin a feladat sor, de addig logikai feladatok voltak, különböző érdekes feladatok. Cél, mint szinte minden verseny esetében, a minél jobb eredmény elérése. Szeretnénk minél jobb eredményt elérni. Remélem, hogy benne lesznek az első 10-ben. Tehát ez már nagyon szép lenne számunkra. A versenyig még van néhány nap, így még ki lehet használni az időt, hogy a különféle feladatokat még egyszer átnézzék a gyerekekkel, ezzel is segítve a versenyzők sikeresebb szereplését.